Sziasztok! Németh Gábor vagyok, és ma egy vadonatúj kártyaflörist fogtok megtanulni. Tartsatok velem ma is! Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a Superfly-nak, a Kárpát építőnek és a Saxo London csapatának, hogy segítenek nekem abba, hogy alkalomról alkalomra új résszel kedveskedjek nektek. Annak ellenére, hogy ez elsőre hihetetlenül bonyolultnak tűnik, szerintem ez egy nagyon jó flörist, és egyáltalán nem annyira nehéz megtanulni, viszont irdatlanul látványos. Vágjunk is bele! Ami még jó ebben a kártyaflörisben, az az, hogy teljes mértékben hamis, tehát a kártyalapoknak a sorrendje egyáltalán nem fog megváltozni. Illetve ez kifejezetten egy olyan flörish, aminek az a lényege, hogy minél szebb diszpléje legyen, és a nézők elámuljanak attól, hogy milyen hihetetlen nagy kézügyességgel rendelkezünk. Ezt a flörist úgy hívják, hogy The Verm. Ezt a flörist is úgy kell kezdeni, mint a Sibylt, ugyanis egy Z nyitással kezdünk benne, amire figyelni kell, hogy a kártyacsomag a bal kezünkben legyen, és az új hegyeinken. Tehát nem egy mély fogásban leszünk, mint egy bármelyik másik flörisnél, hanem egy magasabb fogásban vagyunk, és az új begyeinkkel tartjuk a kártyacsomagot. A jobb kezünkkel hátulról meg fogjuk támadni majd a csomagot, és elkezdjük felemelni a kb. A felét. Majd megfogjuk a mutató ujjunkkal, és felemeljük a másik felét. Nagyon jó. Szóval meg vagyunk ezzel. Utána átfogunk a középső ujjunkkal a jobb kezünkkel, és mind a két kezünket 90 fokkal lefele fogjuk fordítani, tehát az egyiket így, a másikat pedig így. Innentől kezdve nincs más dolgunk, mint hogy a jobb kezünkön a mutató ujjunkkal a legfelső kártyalapot kitoljuk. És megvan ez a gyönyörű négyes formáció. Mutatom még egyszer. Tehát bal kézbe fogjuk, mutató ujj elől, kis ujj hátul, ez tartja a csomagot. Felemeljük, a másik kezünkkel zényítással, elforgatjuk, majd letoljuk a legfelső kártyalapot. És itt jön a turpisság része. Ugyanis középről, tehát ebből a csomagrészből ki kell szednünk egy kártyalapot, ami nyilvánvalóan a legutolsó lesz. Ezt úgy fogjuk csinálni, hogy a hüvelykujjunkat odarakjuk erre a kártyalapra. Az egész csomagot így fölfele elmozgatjuk, tudom előről, tehát így fölfele fogjuk mozgatni. Így rakjuk az ujjunkat, majd elkezdjük lefele mozgatni a csomagot, és ennek hatására ki fog fordulni középről egy kártyalap. Tehát fönt van, azt a lapot ugyanott hagyod, és elkezded kifordítani. És ahogy kifordult ez a kártyalap, addig tolod, amíg hozzá nem ér a bal kezednek a kis ujjához. Ekkor nincs más dolgod, mint hogy elengeded a bal kezednek a mutató ujjával, és a bal kezed mutató ujjával ráfogsz a legfelső csomagra. Ügyelsz arra, hogy a középső kártyalap ne essen ki, az a jobb kezednek a hüvelykujja és a jobb kezednek a kis ujja között van. Majd az összes többi kártyacsomagot, tehát ezt, ezt, azt, meg azt, elkezded eltávolítani. Engedett, hogy elforogjon a kis ujjadon, illetve a hüvelykujjadon, azaz egy kártyalap. Mutatom még egyszer. Tehát megvan az én nyitásunk, 90 fokkal elforgatjuk, elforog a legalsó lap, feltoljuk, hüvelykujjunkat ráhelyezzük, lehúzzuk, hüvelykujjunkkal ráfogunk a legfelső csomagrészre, és elkezdjük széthúzni. Közben ügyelünk arra, hogy a bal kezünknél a hüvelykujjunkat felfele mozgassuk, a jobb kezünknél a mutatójunkat viszont lefele toljuk. Ezáltal egyre szélesebb lesz ez a kis vörm. Az összerakás egyszerű, először befordítod a hüvelykujjadnál lévőt a bal kezedben, majd a középsőt rárakod. A másikat és a legfelső kártyalapot visszafordítod. Ha ezt a szekvenciát csinálod, akkor hamis lesz, tehát minden kártyalap ugyanabban a sorrendben van. Higgyétek el, minden kártyalap ugyanabban a megkevert sorrendben van most nálam, mert nem állítottam be, de ha ezt egy stackkel csinálnátok, akkor a stack sorrendje nem változna. Szóval, lényeg, még egyszer gyorsan. Z, fordít, kirak, összenyom, fel, le, nyit, és csuk. Szóval láthattátok, hogy hogy kell ötfelé szétnyitni a csomagot.
Ha már elérkeztünk arra a pontra, hogy ezt az ötös nyitást meg tudjuk csinálni, utána annyit kell csinálni, hogy az állatdal megtámasztod a legfelső csomagrészt, és a mutatóujjad egy kicsit lehúzol belőle, ezáltal el fog tudni fordulni majd a hüvelykujjadon, és ez a legnagyobb display, amit kihozhatsz a dövelmből. Nézzük a másik oldalról, tehát megvan, odaraktad, leválasztod, és akkor így ki tudod nyitni. Ugyanúgy visszarakod, és ugyanúgy, mint eddig, megfogod, becsukod, rárakod, és ezt is visszaforgatod. Ha tetszett nektek ez a rész, akkor ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, követni Facebookon és Instagramon. Ha van bármilyen kérdésetek, írjátok meg a komment szekcióba. Én Németh Gábor vagyok, sziasztok! Ez itt totál mellé ment!